Sziasztok, ez itt a Filmvilág podcastjének 32. adása, az én nevem Baski Sándor, és itt van velem, mint mindig, Huber Zoltán. Sziasztok! És mai vendégünk, egy visszatérő vendég, Rusznyák Csaba, a Geeks főszerkesztője. Sziasztok! És a témánk két olyan produkció, magyar produkció, aminek van erős közéleti vonatkozása és erős műfaji vonatkozása, ezért kerültek egy podcastbe. Az egyik az Aranyélet harmadik évada, harmadik és egyben utolsó évada, ami nemrég zárult le, illetve hát egyszerre került fel az HBO honlapjára. De azt hiszem, hogy még adásban így, meg két vagy három rész van hátra, hogyha esetleg valaki így követi a... Aha. Na, ez érdekes. Mert akkor ebbe... spoilerezünk? Hát ez az, ebben nem gondoltam, de ezért szerintem kéne spoilerezni. Tehát persze. Ez... Hát majd aki még nem látta végig, az nézze meg. Tehát azt jelenti, hogy aki HBO Go előfizető, az kapta meg egyszer az összes epizódot, és igen. A magán az HBO heti lebontásban megy. Igen, és aha. Azt hiszem, hogy a hatodik résznél jár most, aha, volt hát vasárnap, ha jól emlékszem. Meg aki ilyenkor előfizette, az is megkapta. És a másik, az pedig az X a rendszerből törölve című film, új Mészáros Károly filmje, ami pár hete került a moziba. Úgyhogy szerintem kezdjük az Aranyélettel, amivel mi foglalkoztunk a Filmvilág blogon, meg a Filmvilágban is, és általában pozitív kontextusban. És szerintem először azt a kérdést kéne megvizsgálni, ami általában szóba kerül a magyar filmeknél, meg sorozatoknál, hogy mennyit előnyt jelent az, hogy sorozat vagy film magyar, abban a szempontból, hogy elnézünk neki olyan dolgokat, amit esetleg külföldi sorozatnak nem. Tehát, hogy ti úgy néztétek-e, hogy ahhoz képest, hogy magyar, vagy... Mert szerintem nem lehet ezt kikapcsolni, tehát az függetlenül, hogy mennyire értünk egyet ennek a sorozatnak a minőségen, hogy milyen, az elvitathatatlan, hogy ilyen magyar sorozat még nem volt, tehát ez nem tudjuk mihez hasonlítani, színvonalát tekintve se, szerintem, de cáfoljatok meg. Hát én személy szerint nem szeretem ezt a magyar filmezést, hogy ahhoz képest, hogy magyar, meg mert, hogy magyar, meg stb., de abban igazad van, hogy nyilván a különösen az Aranyélet kapcsán nem nagyon lehet kikerülni azt, hogy bele van ágyazva a magyar, hát nem tudom, magyar valóságba, vagy hogy minek nevezzük ezt, de én azért ezt így próbálom kikapcsolni, amennyire lehet. Tehát, hogyha a műfaji sorozatként nézed, mint egy, nem tudom, egy ilyen pszichológiai drámával megspékelt ilyen bűn széria, akkor azért össze tudod hasonlítani más ilyen jellegű produkciókkal. Hát jó, de nem fogod fölbe döngölni, mert azt fog eszebe jutni, hogy ez az első ilyen próbálkozás, egy műfaji sorozatot meghonosítani a tévébe, akkor azért jó indulatú vagy vele szembe. Tehát, hogy akár nem is mondod kezdni magadnak, hogy most ezzel kezdjük kézzel fog bánni, de azt valahogy értékelni kell, hogy ez az első ilyen próbálkozás, nem is nagyon voltak ennek előképei, tehát az alkotók, a külföldi sorozatokhoz visszanyúlhattak, meg onnan merítettek dramaturgiai, meg egyéb ötleteket, de azért ez mégiscsak úttörök valahol. Akkor mondjuk hadd kérdezek ebbe bele egy ilyet, hogy annak idején a Dökkesejűnek mondjuk volt előképe a magyar filmgyártásban? Hát voltak azért krimik a 70-es években, a Defekt, ugye? Azt hiszem, az, de igen, amúgy... meg korábban is voltak, de mondjuk abban igazad van, hogy a Dökkesejű az azért elég új dolgokat hozott a magyar filmbe. Ezt csak azért akartam felhozni, mert senki sem érzi úgy, hogy a Dökkesejűt azt mentegetni kell, hogy azért jó, vagy azért kultikus, mert hogy magyar is, és ez viszonylag új volt még akkoriban. De hogyha lehet, hogy nem magyar lenne, akkor azt a taxipározamot azt jobban kiemelnék, és nem, tehát hogy megjegyeznénk, hogy azért ez kicsit koppintás gyanús. Hát de szerintem ezt azzal együtt is mondhatod, hogy egyébként szereted a Dökkesejűt. Nekem ez nem tűnik egy igen, ilyen... Igen, meg hát ezt sok akár amerikai vagy bármilyen más kultikus és jó filmre lehet mondani, hogy ez olyan, mint amilyen Amaz volt 10 évvel korábban. Ez nem feltétlenül vesz vissza az értékéből. Aha. Én csak azt mondom, hogy szerintem emiatt, tehát én emiatt nem mondom azt, tehát hogy nem kezdek el itt mindenféle mentegetéseket kitalálni. Nyilván vannak olyan vonatkozásai, amiben fontos, hogy ez itthon készült, meg itthoni produkció, de más vonatkozásaiban meg nem szerintem, azért nem szabad csak ebből a szemszögből nézni valamit. Ha. Hát meg hogyha hozzáveszük a reakciókat, meg a marketing kampányt, tehát nem feltétlenül magát a sorozatot, hanem a körítést, amit egyrészt a csatorna részéről, másrészt meg a nézők részéről kapott az utóbbi években, akkor ez most már nagyon egy ilyen abszolút csúcskategóriás, kvázi világszínvonalú sorozatként van apostrofálva, és így van hirdetve, és
és sokak számára ezt jelenti, így van elfogadva. Viszont te nem ültél fel erre a bandwagonra, mert hogy a Twitteren írtad, hogy neked nem csak ez a harmadik, ami nem tetszett annyira, de az első kettő se. Úgyhogy én magyarázz meg, légy szíves. Védd meg magad. Magyarázkodjak a véleményem miatt? Igen. Jó, ez a kisebbségben ezt érzed, mert hogy csomóan mondták most a harmadik évadra, akiknek még annyira nem tetszett, hogy de az előző kettő azért az sokkal ígéretesebb volt, tehát hogy az viszonylag kevesen vannak, akik... Ez a harmadik évad, ez valami egészen borzalmas volt szerintem, de erre akkor majd még később visszatérünk. Az első két évadra nem mondanám azt, hogy rossz. Én csak annyit állítottam róla, hogy sosem szerettem, engem sosem tudott elkapni. Az első évadban még egészen szimpatikus volt a kiindulási alap, egy diszfunkcionális család belágyazva ebbe a magyar kis alvilági rögvalóságba, ahol ilyen kis mutizásokkal, meg ügyeskedésekkel próbálnak pénzt harácsolni maguknak. Voltak nagyon jó pillanatai. Nekem egyébként az egyetlen igazán úgymond nagyszabású pozitív élményem a sorozatból az azt hiszem az első évad hetedik részének a vége volt, amit nagyon szépen, ügyesen és fokozatosan felépítettek a családon belüli ellentétek, a szülők és a gyerekek közti ellentétek, a férj és a feleség közti ellentétek, és ott volt a hetedik rész végén egy ilyen nagy jelenet, amiben mindenki kiborult, és elmondta, hogy nagy üvöltözések, veszekedések. Tehát egy ilyen nagy családi összeomlás jelenet, ami nagyon szépen fel volt vezetve, nagyon szépen kivitelezték, nagyon jól eljátszották mindenki, mind a négy szereplő, pedig akkoriban szerintem a Döbrösi Laura és az Olasz Renátó, szerintem az első évadban ők még nem álltak annyira a helyzet magaslatán, később felnőttek a feladathoz, de abban a életben ők is nagyon jók voltak már. De aztán ez az egész szál is szétesett számomra, és ugye ha emlékszünk, az első évad azzal ért véget, hogy a Janka, aki ott hagyta a családját, és elment a reptérre egy másik férfival, hogy mint tudjuk, hogy milyen okokból, hogy új életet kezdjen, az ilyen varázsütésszerűen az utolsó jelenetben visszatért a családjához, és egy ilyen borzalmasan gyáva és olcsó megoldásnak tartottam, és szerintem mindig is több ilyen megoldás volt ebben a sorozatban, mint bátor és elegáns és okos. De az első két évad ezzel együtt még nem volt rossz feltétlenül. Illetve a másodiktól meg szerintem már kezdett nagyon eltávolodni a gyökereitől, tehát ettől a kis piti bűnözős alvilági, tehát amikor már gépfegyverekkel lövöldöznek Budapest belvárosában, aztán a harmadik évad, amikor az Attila már egy ilyen dunakanyari keresztapa lényegében, meg ami események már ebben az évadban vannak, ez nagyon-nagyon messzire került a kiindulási ponttól, és ezt én abszolút nem pozitívunként mondom. Tehát ez nyilván a kötelező dramaturgiai ív, tehát ez így komplett a sztori, hogy elindulunk a kvázi nincstelenségből, bár mondjuk a rózsadombon kezdődik a történet, hát de akkor is egy kölcsön lakásban vannak, és eljutunk odáig, hogy majdnem oligarchák lesznek belőlük, tehát ez egy drámai ív, tehát ennek van szerintem értelme, mert hogyha ugyanott vannak a harmadik évadban, mint az elsőben, akkor nem történt semmi. Ennek számomra nem logikus kifutása, én ezt egy nagyon erőltetett kifutásnak éreztem, hogy ide jut el a történet. Tehát nem azt várom el nyilván a sorozattól, hogy beleragadjon egy állapotba, és konstans ugyanazt mutassa. Nyilván kell történeti és karakteri fejlődés is, de annyira elszokott a realitások talajától a második, harmadik évadban a sorozat, hogy én azt már nem tudtam elfogadni. Hát az első évad azért még egy sokkal földhöz ragadtabb történet. Jó, hát a harmadik kapcsán kitérünk. Viszont a második évad után csináltunk egy podcastet, ahol többek közt arról is volt szó, hogy megpróbáltuk kitálni, hogy merre felé mehet a harmadik évad, úgyhogy ezt utólag most megnéztem, újra hallgattam azt az epizódot. Ottban négyen vettünk részt abban a podcastben, és Zoli, te azt mondtad, azt jósoltad, hogy illetve te azt mondtad, hogy szívesen visszahoznád Hollóst, akár úgy, hogy Mark kiássa. De aztán hozzátetted, hogy ezt nem szó szerint fizikailag érted, hanem a szellemét megidézi, tehát hogy Mark lesz az új Hollós. De hát gyakorlatilag sikerült fizikailag is kiásni. Amit még mondtál, hogy a Mira mellé kellene egy erősebb, jó, egy ilyen ellenoligarha, aki ugye ellenpontot képez a Miklósékkal szemben. Hát ez még az annyira nem jött be. Igen. Illetve hát az utolsó részben átállt a Gálferi, bár az, igen, az más kategória.
Balázs azt mondta, hogy Biancának akar nagyobb szerepet, szerintem ez mondjuk annyira nem jött be, tehát ő megmaradt egy ilyen oldalbordának. Ő is azt mondta, hogy már legyen az új Hollós, és szálljon szembe az apjával, mégis ez a rész megvalósult. Illetve amikor felettük ezt az adást, ez a Simicska átállás után készült, úgyhogy a Balázs azt javasolt, hogy a Gál Feri is kerüljön át a rossz oldalra, mint oligarra, tehát vegyék vissza őt. Ja, igen. Tehát, hogy fogják vissza, hogy ez érdekes lett volna, ilyen aktuál politikai áthallás. Ádám azt javasolta, hogy mivel ez az utolsó évad lesz, akkor azt már lehetett sejteni, ezért az írók nyugodtan megőrülhetnek, és ezt használják ki. Illetve ő azt hittem, hogy harsányabb gangster sztori legyen, hogy Attilában legyen igazi nehéz súlyú bűnöző, ne csak egy ilyen félig szélhámos, félig oligarra, tehát hanem hogy menjen bele teljesen. És esetleg Janko is helyére léphet, hogyha őt mondjuk kivonnák a forgalomból, ment az Attilát. Márk térje jó útra a kontraszt miatt. Hát ez nem jött annyira be. Illetve, hogy szerinte Hollós az akkora figura volt, őt mindenképp vissza kell hozni, ha máshogy nem, akkor flashbackekbe. Ez azért bejött. Azt is mondta Ádám, hogy nem kell klasszikus főgonosz, elég, hogyha a főszereplők közti konfliktus az elég muníciót biztosít. Hát én eléggé homályban voltam. Én is azt mondtam, hogy Miklós legyen igazi gangster, és arra tippeltem, hogy Márk nem fog vele szembefordulni, mert hogy az apja kivívta a tiszteletét azzal, hogy elintézte, hogy a Hollós, meg a végén azért elég szép évet járt be a második év utolsó részében, hogy ő lett az igazi keresztapa, és úgy tűnt. És én a kontraszt miért mondtam, hogy a Mira, aki nagyon ilyen kis ártatlan, kis cuki, hogy ő kicsit korrumpálódjon, tehát hogy annyira akarja az apját, meg a szüleit megbüntetni, hogy ennek érdekében beálljon a dolgokat is, ami kicsit neccesebb, illetve hogy aktívabban használja a hatalmát. Ez kicsit bejött, igen. Ellentmondnak egy tisztességes politikus képzeltem el. Igen. Igen. Illetve, hogy a Janka legyen egy kicsit, kerülj lelkiválságba és depresszióba, mert hogy nem tudja feldolgozni, hogy minden az ölébe hult. És ebből végül is a válság az megvolt, elég vastagon. Szóval, hogy mennyire vált be nektek az előzetes elképzelések alapján a sztori? Tehát mi erre számítottatok? Például eleve az, hogy ugye ugrottunk egyet a harmadik évad elején, a másodikhoz képest időben, az szerintem nem volt egy rossz húzás, hogy gyakorlatilag újra el kellett kezdeni a sorozatot. Igen, de mondjuk olyan sokat nem ugrottunk, nem? Időben. Tehát... Hát 9 hónap, nem? Körülbelül. Hát kb. Vagy hát majdnem. Tehát mondjuk nekem ezért volt furcsa az indítás a sorozatnak, mert ez, amit mondasz Csaba, hogy ilyen nagyon nagy fordulatok vannak benne, vagy ilyen nagyon... Tehát ilyen nagyon logikátlannak tűnhet, vagy ilyen nagyon nagy éveket fog át egy-egy fordulat hirtelen. Én ezt itt éreztem. Utána viszont így kezdtem érezni ezt, hogy ez a harmadik évad tényleg egy ilyen... Szerintem nagyon érződött, hogy egy utolsó évad, és hogy mindent megpróbáltak bele zsúfolni, amit lehet, meg visszavettek ebből az akciósabb vonalból. Tehát itt nem voltak ilyen nagy gépfegyveres lövöldözések a belvárosban, hanem inkább próbálták ezt a családon belüli viszonyok ütköztetését összehozni ezzel a politikai vonallal, ami egyébként a végére szinte teljesen elhal a harmadik évadban. Úgyhogy mondjuk engem ebből szempontból meglepett a sorozat. Csaba? Hát ugye tekintve, hogy úgy vélekedek az első két évadról, ahogy nem voltak különösebb elvárásaim, igazából abban sem voltam biztos, hogy egyetlen meg akarom nézni. Én igazából csak így leültem elé, de hát... Igen, még ahhoz képest is mondhatni csalódás volt, hogy nem különösebben vártam tőle semmit. Nekem az pozitív csalódás volt, hogy én úgy képzeltem el, hogy arra fog koncentrálni, hogy miután mondjuk oligarchák lettek a Miklósiék, hogy utána hogyan terjeszkednek tovább, mi az, amit még bevállalnak a hatalomért cserébe, és ehhez képest ilyen egyszerű az oligarcha réttel kapcsolatos praktikus gondok jöttek elő. Tehát az, hogy építkeznek akkor egy földön, és akkor azt valaki megszerzi. És akkor utána nekem meg kell vesztegetnem a képviselőket. Tehát ilyen napi apró cseprő dolgok már, ami egy ilyen politikus vagy oligarcha. Tehát, hogy nem az történt meg, hogy most beköltöztek abba a Dunakanyarbeli villába, és akkor minden megoldódott, hanem hogy gyakorlatilag ezzel csak a gondok sűrűsödtek, és nem olyan egyszerű dolog az, hogy az embernek hatalma van, és akkor mozgatja az embereket, mint a bábukat a saktáblán, hanem hogy ezzel csak így szaporodnak a problémák. Ez a része nekem nagyon-nagyon bejött. Hát igazából az Attila szempontjából nem jelentettek ezek akkora problémát. Tehát a Gál Ferivel volt néhány ilyen beszélgetésük, hogy hú, most mit csináljanak, és ez kb. Mindig azzal
azzal végződött, hogy a Gáferi megveregette a vállát, hogy ne aggódj, majd megoldjuk, majd megvesztegetjük az egész parlamentet, hogy megvásároljuk az összes földet. Vagy tehát, hogy az ilyenek elég gyorsan félre voltak söpörve, amik ilyen külső problémák. Aha. Ami mondjuk nem is feltétlenül baj, hogyha a belső konfliktusokra jobban odafigyeltek volna, hogy elegánsabban bontották volna ki őket, de szerintem nem ez történt. Mert mi hiányzott mondjuk az első pár részből? Nekem ott még nem volt probléma a fölállása, meg az, hogy hitelesek a karakterek, az volt probléma, hogy úgy éreztem, hogy egy 16 részes évadot látok, 8 részbe sűrítve, és az probléma, hogyha nem tudom megérteni például, hogy mondjuk a Bianca, akit egy más színész játszik, az miért olyan, mint hogy teljesen más karakter, mint hogyha nem csak a színész cserélték volna ki, hanem magát a figurát is. Tehát, hogy ennyire durva lett volna a kontraszt. Szóval a második évadban szinte szerepesebb volt. Tehát igazából... Úgy emlékszem, hogy neki probléma, tehát ilyen morális problémái is voltak az apjával, hogy az apja egy gangster vagy egy oligarha. Itt meg ilyen kokainista született gyilkosok beli, nem tudom, Mallory-t alakított. Én nem nagyon emlékszem, hogy de tényleg ilyen minimális szerepe volt a Biancának, de hát őt már akkor is az apja elleni ilyen gyűlölet, vagy ilyen lázadás vezette, szóval szerintem ez így nem olyan nagy bakugrás, hogy akkor most így belecsúsznak ebbe az ilyen gangsterkedésbe. Igen, én is csak arra emlékszem, hogy az apja ilyen nagyon rövid pórázont tartott, mint hogy a harmadik évadban ezt tovább fejtegették, de ilyen morális problémákra annyira nem emlékszem a karakter. Lehet, hogy rosszul emlékszem. Na, lehet, hogy én is. Igen. Csak valamiért azt gondoltam, hogy azt reméltem, hogy ő egy ilyen ellenpólus lesz mondjuk az apjával szemben, és nem tudom, átmegy a úgynevezett jó oldalra. De akkor hát én néztem be. Hát igen, de mondjuk itt például az nekem nagyon fura volt, hogy ez a rendőrnő kerül át a jó oldalra, és az is elég hirtelen huszárvágással. Mert ugye addig építették ezt a karaktert, hogy gyakorlatilag ő volt az egyik ilyen nagyon veszélyes fenyegetés. Hát az túlzásra átkerült a jó oldalra. Hát de, mert az derült ki róla, hogy valójában ő egy ilyen kimentett ex-prostituált, aki gyakorlatilag ilyen hálából dolgozik Ferinek, és igazából Mirát is egy pillanat alatt elkezdi segíteni. Jó, de az a jó... És úgy tűnt, hogy ő a legnagyobb fenyegetés Mirára néz. Így van, igen. És igen. Itt lenne ő vált a legnagyobb segítőjévé. Tényleg valóban mindenféle átmenet nélkül. Jó, de attól függetlenül kiderült, hogy ő korrupt, meg hogy a Gálfénynek olyan dolgokat is csinál, ami nem legális, azért, hogy csinálhassa közhasznú dolgot. Ezekből például utána már nem volt semmiféle morális konfliktus, hogy akkor most így tegyük egymás mellé, hogy milyen csúnya dolgokat cselekszik, milyen jó érdekében, hanem egyszerűen csak úgy kezelte a sorozat, hogy oké, most már tudjuk, hogy a jó oldalonál, akkor innentől kezdve minden, ami eddig mocsokságot csinált, az automatikusan megvan neki bocsátva, és el van felejtve. Uh-huh. És többé ezek a dolgok nem kerültek elő. Vicces, hogy most nekem kell védenem egy kicsit ezeket a részeket, mert hogy nekem is voltak ezzel problémáim, amik így a végére váltak olyan szintű, hogy nem állt össze a karakterfejlődésre, meg egy-egy szál, de az elején nekem, ahogy elindult, az építkezés, az tetszett, mert tűnt, mintha menne valahová. Nem, hát alapvetően én értem, amit mondasz, mert de szerintem az elején ugye kb. Egyensúlyban volt ez a oligarcháskodunk, meg ez a mindenféle ilyen vonatkozások, de aztán a főleg egy a 7.-8. részre ezt egyszerűen teljesen elfelejtettük, és akkor már tényleg csak így a családnak a belviszája maradt, és lehet, hogy azért érzed ezt, hogy a végén, mert tényleg olyan nagy ugrásokat teszünk ilyen karakterfejlődésben, ami számomra egy meglepő volt. Mondjuk én utána így elkezdtem ezt élvezni, tehát úgy kezdtem elnézni ezt a sorozatot, mint ami így tényleg így tövig nyomja a gázt, és mondjuk engem nem zavar annyira, hogyha valami teljesen elrugaszkodik a realitásoktól, és így ilyen teljesen önjáróvá válik. Igen, amikor az első évadot nézitek, akkor sose gondoltátok volna, hogy egyszer olyan szintre megy ez a sorozat, mint most a 7. rész. Hát így van, tehát hogy ez egyértelmű. Ja, csak hát azért nem úgy kezdtük el nézni a sorozatot, hogy bűnös élvezet, meg hogy ilyen elemelve a magyar valóságtól, hanem hogy pont azért, mert hogy van valami közel a magyar valósághoz. De én ezt nem ilyen bűnös élvezetnek mondom, tehát most ezt nem úgy értem, hogy annyira hihetetlen fordulatok. Akkor még úgy, mint a Banshee-t, amit élvezem, hogy verekednek az emberek, de egy pillanatra nem hiszem el, hogy ez létezik. Nem? Jó, de hát azért... Bocsánat, csak azért mondtam, mert pont van az első részben, vagy a másodikban, amikor a Márk és a Bius verekednek,
egy ilyen cigánybandával, és a döglött kutyás. És a döglött kutyás. Tehát ott nekem egyből beugrott a Banshee. Igen, tehát így ezek azért... Az a baj, de egyébként ilyen az kb. A Mirának az egész mellékszála is ilyen, ami ugye ott a Kamarás Ivánféle bűnbarlangban, a nem tudom, pornos, egy snuff pornos bűnbarlangban végződik, ami így önmagában tök jó lehetne, de amit megpróbálom beleilleszteni ennek a sorozatnak a kontextusába, valami iszonyatos módon kilóg is, és nem illik oda, és ez a döglött kutyával való verekedés is ilyen volt, hogy egy másik filmben ez tökre élveztem volna. Itt is így kontextuson kívül így egy pillanatra megemeltem a kalapomat, de utána olyan elszomorodtam, hogy ebbe a sorozatba erre felé kezdünk haladni. Ugye titokban, vagy nem annyira titokban, mindenki arra számított, hogy itt nagyon-nagyon komoly áthallások lesznek, és még keményebben beleviszik a közeletet az írók. Most ehhez képest, mit gondoltok, ez teljesült? Hát szerintem részben igen, részben nem. Tehát nyilván vannak olyan vonatkozásai, ezek az oligarchás szálnak nevezzük így, ami így a magyar közállapotokat ismerve így elképzelhető, viszont azért az írók állandóan gyengítették ezzel, hogy például nem tudom elképzelni, hogy egy ilyen helyi kis lap az mondjuk ilyen erős tényezőt képezne, vagy mondjuk ennyien járnak még templomba, hogy a papnak a szava egy faluban. Tehát, hogy ezek mind egy kicsit ilyen idealisztikus, vagy ilyen elrajzolt motivumok, de ezzel együtt nekem ez tetszett, hogy belevitt sok olyan dolgot. Például nagyon tetszett, hogy van egy ilyen cigány-roma vonal a sorozatban, ami a harmadik évadban meg különösen erős. A falunap jelensége az szerintem egészen zseniális, főleg a falunapos előadó, az szerintem nagyon, nagyon teli találat. Tehát vannak ilyen, mindig ilyen apró kis megvillanásai a sorozatnak, amit én nagyon-nagyon bírtam. Erről a roma vonalról jut eszembe a roma gangster főnök átszültetése a határon. Igen, az például egy zseniális. Az egy poénnak nagyszerű volt, ugyanakkor az megint egy olyan szál, ami... Ugye itt arról van szó, hogy a Márk az konkrétan nagyon lőtte ennek a roma gangster vezérnek a testvérét. És utána úgy búcsúznak el, hogy kb. Ilyen buddy movie jellegű kapcsolattá alakul az ő viszonyuk a végére, ami számomra megint egy ilyen teljesen döbbenet és abszolút totálisan hiteltelen. Hát megkezdjük azzal, hogy számomra elfogadhatatlan, hogy ezt ki tudták hozni a kórházból így a rabot. Tehát, hogy... De maga jelenet, azt szerintem nagyon de maga, igen, csinálva. Tehát, hogy nekem nagyon sokszor volt az érzésem, hogy volt egy tök jó ötlet, például szerintem nagyon jó ötlet, hogy egy romát arabnak néznek, és akkor így gyakorlatilag átlökik a határon, meg előkerül, hogy ők ilyen önkéntes határvédők. Igen, és úgy éreztem, hogy érted, ez az ötlet létezik, ezek a dialógok megvoltak, és akkor így beletettük ebbe a vonalba, és ott már nyilván hibázik a... Ja, igen, csak ez... Ilyen szatírába illő jelenet volt ez a határon átszöktet. Hogy ott így fél lábbal áll a határ egyik oldalán, fél lábbal meg a másikon, és akkor a rendőrök vagy határőrök ott meggondolják, hogy hát valóban meg arra megy, és még nincs itt akkor. És igen, ez tényleg ilyen szatíra, és megint nem illik szerintem a sorozat egészének a szövetébe. Nekem azon így bajom, hogyha kicsit hangnemváltás következik be itt-ott, hogyha az konzekvens, tehát hogy nem csak egyik részben, hanem akkor majdnem mindegyikben, és akkor az egy ilyen olyan szál, ami átvonul az egész sorozaton. Hát azért lehet vizetkozni, hogy ez megvalósult-e. Hát szerintem a harmadik évadban nagyon sok ilyen van. Tehát, hát ugye hetedik igen, csak rész? Szerintem nem konzekvens hangulatingadozások, hanem van egy ilyen pornos bűnbarlang, ami ilyen nagyon súlyos thriller akar lenni, aztán van ez a határon átmenekülős, ilyen szatíra, aztán van a hetedik résznek a, nem is tudom, hogy jellemezzem, ez a totális agyréme, ami már ilyen, nem tudom, mint nekem azért ott eszembe róla volt ez a házassági fekete komédia a Kathleen Turnerrel meg a Michael Douglas-szel a Rózsák háborúja. És kb. A Rózsák háborúja a Tom és Jerry Edition. Szóval ilyen kilengések voltak ebben, és én nem érzem, hogy ezek a kilengések konzekvensek lennének, hanem ilyen esetlegesek, és mindig más irányba lengnek ki. Hát még pont a hetedik rész szerintem az, ami védhető. Egyrészt azért, mert hogyha megnézzük a nagy sorozatokat, a kultikussá vált sorozatokat, ott is vannak ilyen battle epizódok, tehát egy ilyen, ami kilóg egy kicsit a többi közül, ugye a mafiózóknak volt az a híres epizód, amikor az erdőbe bolyonganak, igen. Akkor a Breaking Bad a legyes epizód,
Tehát egész biztos voltam benne, hogy a Breaking Bad egyes epizódját fogod felhozni, de azok ilyen köztes epizódok, vagy ilyen, majdnem, hogy ilyen fillerek, és annak tök fán, de viszont ez itt ilyen családon belüli dinamikák dőltek el, ilyen régi történet. Tehát, hogy ez egy ilyen majdnem, hogy finálé igazából. Hát az gyakorlatilag szóval... az volt, igen. A nyolcadik rész az már csak epilógus, tehát az a akciót, hogy ellopják az arabok pénzét, az már csak egy ilyen lábjegyzet volt. A hetedik rész volt tényleg, ahol a lényeg kiderült az, hogy a Attilát mégiscsak szerette az apja, tisztázták a testvérével és a régi dolgokat, akkor a Márk is rájött, hogy a Endrebá az mégsem volt olyan jó arc. Tehát, hogy ez az nagyon fontos volt, hogy bezárni ezeket a szereplőket egy térbe, és ott kiderülnek ezek a dolgok, és hogyha ez ilyen színpadiasnak tűnt nagyon, annak az a magyarázata, hogy ezt a Tasnádi István írta, aki ugye vezetőíró, és aki színházi színpadi író, és tényleg az egész olyan volt, mint egy ilyen kamaradráma, egy ilyen néha groteszbe paródiába átváltó, mondjuk Martin McDonagh dráma. És hát ez igen, ez veszélyes műfaj, hogy amikor ott a Janka szül, és ott énekelnek, meg tapsolnak, meg reppelnek a családtagok, akkor az tényleg könnyen megy át paródiába, és rezgett a léc is, de én, mint a korai filmek nagy barátja, ahol a hangnemváltás mindennapos, ezt nem tudtam utálni, kicsit ilyen megkökentő volt, de utólag visszagondolva erre az epizódra nekem az jött le ebből, hogy ez egy baromi bátor dolog volt ezt meglépni. És ahhoz képest szerintem ez jól sült el nagyjából. Volt egy-két gyengébb, tehát olyan részem, hogy rezgett már a léc, tehát kicsit majdnem túltolták, de... Majdnem. Nem tudom, én nagyon szerettem ezt a részt, pont azért, amit mondasz. Szerintem itt a sorozat végre tényleg egy ilyen bátor dolgot csinált, ami tényleg nagyon kétesélyes, meg tényleg így éppen így rezgett, meg nem rezgett, de szerintem tök jó, hogy végre egybe terelték, és ez a rész, ez sokkal egységesebb egyébként, mint a többi. Most, hogyha azt mondod, hogy szar, akkor úgy egységes, hogy szar, de hogy szerintem nem. Teljesen értem, hogy mit mondasz, és ilyen szempontból jogos, csak én úgy érzem, hogy itt nem rezgett a léc, hanem lerúgták a lecet, széttörték, felgyújtották, és aztán a hambait kilőtték a napba. Tehát ez... A megvalósítása volt a probléma. Tehát az, hogy oldották meg, hogy ez a család kénytelen legyen ott maradni, az nem volt jó sajnos. Tehát az, hogy oké, nem jön a mentő, meg hóvihar van, azt láttuk, el tudjuk hinni, de amikor pont állnak ki a Márk, akkor leesik egy nagy ág, ledül egy fa, tehát az annyira, igen, tehát az valamit ki kellett jobban találni, dramaturgiai, megindokolni. Nekem ez a legkevesebb ebben. Tehát a körülmények, maguk a karaktereknek az interakciói, ahogy ilyen egészen elképesztően túlzó verekedésekből megy, az egyik pillanatban még folytogatják egymást, és majdnem megölik, aztán a másik, akiről már azt hitted, hogy halott, hirtelen odalép és kivesz egy sört a hűtőből, és elkezd ilyen társalgásja. Jó, én értem, hogy ez értékelhető ilyen jópofa, over the top abszurdnak, vagy akárminek, de nekem megint az a bajom, hogy totál nem illik az egészbe, tehát nem ilyesminek indult az aranyélet, nem ez akart lenni, és ez, éppen ezért én ebben nem is annyira bátorságot látok, hanem egyszerűen az, hogy ez valahol nagyon félrement, hogy ezt borzalmasan elrontották. Hogy ez konkrétan egy ilyen nagy, komolyan vehető drámai finálénak tervezték, és én meg nem tudtam komolyan venni és drámaiként értékelni. Hát nem tudom, mert az egész sorozat szerintem éppen, hogy tényleg ebből a kicsit ilyen rögvalóságból indul el, és egyre hiába hoz be mindenféle szálakat, azért egyre inkább... Egy ilyen tényleg túltolt valami, és szerintem a harmadik évadban nagyon látványos jelei vannak, hogy egyre több point megengednek maguknak, lásd a kutyás verekedést, vagy akármi, és nekem az a hetedik rész, az egy ilyen betetőzése volt ennek, tehát nekem abszolút nem volt vele problémám, és szerintem tök jól állt a sorozatnak. Annyit bele kérdeznek, hogy ti, én nem vagyok biztos, mert ti emlékeztek rá, hogy az Attila testvéréről róla volt említés a korábbi évadokban? Igen. Hát ő meg is jelent, és fontos, meg szerepelt. Ő az, aki munkát adott neki egy építkezésen, és kiderült, hogy az ilyen kamu. Igen, tehát úgy jelent meg, mint egy ilyen nagyon pozitív, jó fej valaki, és utána kiderült róla, hogy hát egy nagy szélhámos. Igen, olyan most már emlékszem. Meg akkor is konfliktus volt az apjuk, ő van nevét, az anyjukkal. Tehát, igen, hogy ki használt a testvére. Ja, most már megvan. Meg már ott megpendítették ezt az apakit szeretett jobban vonalat, úgyhogy végül is ez... Ja, logikus volt, igen. Kicsit még visszatérve a közéleti vonalra, ugye beszéltük ezt a határos jelenetet, az nagyon jó volt, meg hogy bizonyos dolgokat fölvetett a film, és azt nem tudom, hogy jó vagy rossz, hogy ezeket utána háttérbe hagyta. Tehát az, hogy kiderül, hogy
az újságot, ami megírja, hogy mi történt, azt így fölvásárolják. De ez a szál után így abban maradt, tehát az újságírónő is belenyugszik. Ja, igen, igen. Nem az, hogy abban maradt, hanem a nagy harcos, idealista újságírónő, aki neki ment minden igazságtalanságnak, azt hiszem, elkezdi kiszolgálni a rendszert. Látunk már hasonlót. Látunk hasonlót, de itt ez annyira éles és durva átmenet, hogy ez megint csak nagyon nehéz volt lenyelni. De mondjuk annyira mellékes a karakter igazából, hogy ez annyira nem... Tehát van benne ez a rész, amikor kicsit így elmismásolják áttérben, de viszont van az a rész, ahol a Janka meggyőzi a többi képviselőt, hogy szavazzanak úgy, ahogy kell, és meg eleve az a figura az Őrsnek az anyja, hogy hívták? Nem teszem be. Fullajtár Andrea. Igen, ő játszott, tehát hogy annyira zseniális az a karakter, meg az annyira hiteles, hogy ott a háttérben mozgatja, és gyakorlatilag bábként, Boros Zsuzsa államtitkár, bábként mozgatja. Ja, igen, az jó volt. Tehát, hogy, igen. Tehát aki rákényszeríti a terhességet. Igen, a pap meg bemondja ugye a gyülekezet előtt, hogy hát gratulálunk a jövényhez. Hát meg szerintem az egész szóval zseniális az, hogy ugye így próbálja egymás ellen hangolni, és hát így körbe kérdezi, ki mit szeret. És akkor gyakorlatilag a képviselőtestület tagja így a másiknak akarnak csak ártani. Tehát, hogy senki nem kérjem, a pap kér egyedül azt hiszem valami felújításra, valami szoborra, de ugye a többiek igazából a másik üzletét akarják egy kicsit meggyengíteni, ez szerintem így nagyon jó. Tehát, hogy ez sajnos ez annyira nem elrugaszkodott a valóságtól. Igen, viszont amikor látjuk ezeket a párhuzamokat, és történik valami, amire nem tudunk ráismerni, akkor picit így kilöki az embert ebből a világból, és akkor azt mondja, hogy jó, hát akkor lehet, hogy mégse ránk, mi valóságunkra reflektál, és nem tudom, hogy ez szándékos, hogy direkt akar rávilágítani arra a párhuzamra, hogy ez a világ, ez hasonlít a miénkre, de gyakorlatilag még így is jobb, mint a miénk, mert hogy itt ugye megtörténik az, hogy kattan a bilincs az államtitkár a csuklóján, és nekem az volt az első gondolatom, hogy oké, akkor ez innentől kezdve skifi. Hát, meg eleve az, hogy attól félnek, hogy az újság megír valamit. Tehát van egy vidéki lap, ami megjelenhet valami, ami nem tetszik a hatalomnak, tehát mondom, akkor ez innentől kezdve skifi. Hát, épp ezért éreztem úgy egyébként, hogy ugye sokan emelik ki egyébként, és félig meddig javasan az aranyéletnek ezt a vonalát, hogy ilyen rendszerkritikus, és megvannak ezek a párhuzamok az aktuális magyar politikai valósággal. Ugyanakkor nagyon sok ilyen apróság, ezek a tisztségviselők lefizetései, meg korrupció, meg stb. Ez nem annyira feltétlenül a jelenlegi rendszerrel megy szembe, hanem igazából bármilyen korábbi kormány alatt is ugyanígy álltak volna ezek a párhuzamok. Ezek egy műfaji klisék, hogy hogy nem tudod, nem tudsz vállat emeltetni, nem tudsz emelni ügyészet, elküld, akkor elmész az újsághoz. Hát ez minden amerikai igen, igen, csak van. Ugye pont itt van a probléma, hogy hát nem tudom, én akkor nem tudtam komolyan venni, amikor megjelent a vidéki tévé, és akkor így hirtelen rettegni kezdett az államtitkár. Tehát nem tudom, hogyha így megjelenne a Dunakanyar tévé, azért én nem biztos, hogy a politikus helyébe összeszarnám magam. Viszont nekem egy csomó ilyen apróság tetszett nagyon, ami tényleg így rendszereken felül emelkedő valami. Például amikor az étterembe kihoznak neki egy bontott társadalmányzat és visszaküldi, és akkor mondja, hogy ez a lehúzós mentalitás. Ja, igen. Tehát, hogy ezek ilyen kis finom apróságok, ezek szerintem nagyon betaláltak, mert ezek vannak. Tehát. Ja, nekem is bejött. De szerintem, tehát azt mondani erre, hogy ez így egy aktuális rendszerkritikus sorozat, az egy kicsit erős. Tehát olyan aktualitások azért nem voltak benne, amit így nagyon-nagyon leszámít mondjuk ezt a határátkelős. Hát meg ahogy azért kijátszották az a területet, meg hajlandók lennének a helyi lakosok természetvédelmi területen is építkezni, építkeztetni. Hát nem tudom, emlékszel így a privatizáció 90-es évek, azért szerintem ott is voltak ilyenek, biztos vagyok benne. Meg ugye az arab irányból jön a pénz, azért az is jó, hát is igen, erős. Ez talán egy kis keleti nyitás. Igen. Innentől kezdve szerintem a eddig is szólások voltunk, de most főleg már az utolsó epizódról kéne beszélni, legalábbis a lezárásról, ami nekem szintén fura volt, tehát hogy ez egy kvázi happy endként is értékelhető, nem? Hát, amit azért nem vártunk volna, vagy én nem. Tehát én azt, sem. Azt legalább vártam volna, vagy gondoltam, hogy megtörték, hogy mondjuk valamelyik családtag meghal. Hát szerintem ez lett volna logikus, tehát valakinek meg kellett volna halni. Tehát így most kicsit el lett mismásolva. Jankával el is játszották a hetedik. Igen, igen, hát elvileg úgy indul, hogy ő halt meg, és aztán kiderül, hogy nem. Tehát most oké, hogy a szegény Márkot tolószékbe kényszerítették, de hát végül is mindenki ilyen boldog
panellakóként fejezi be, ami hát egy kicsit igen, így, is fura. Tehát onnan indult a sorozat, hogy nem akarnak panelba lakni. Tehát meg eleve az, hogy Janka okay. végig ezt hajtotta, hogy ő a büdös életben nem megy vissza. Igen, ez azért furcsa, mert Happy End-nek próbálnak eladni. Jó, egy kicsit ilyen édeskeserű Happy End, mert ugye ott a Janka, aki azért nem, nincs túl jó állapotban, ott a Márk, aki még kevésbé van jó állapotban, de alapvetően ilyen boldog családi egységként. Mondjuk a konfliktusok is eltűntek a családtagok közül. És hogy megpróbálják egyfajta happy endként eladni azt, amit minden karakter elképzelhetetlennek és elkerülhetőnek, ilyen elkerülendőnek tartott a sorozat elején, hogy ez arra szinte sosem süllyedhetnek le. Meg hát eleve miért mennek panelbe? Tehát oké, nem mehetnek a Dunakanyarba vissza a villába, mert leégett mondjuk azért se, de az nem jelenti azt, hogy onnan a következő lépcsőfok az a panel, pláne, hogy kiderül, hogy neki a Miklósnak van egy vállalkozása is, Lekváci, nem tudom, mit csinál. Hát látjuk egy pillanatra. Hát igen, és ráadásul még így a Hajléktalannak ad egy kolbászt, tehát hogy ezzel van, azt akarták az írók, hogy végre, mert ugye gyakorlatilag az ő karakter arra épül, hogy ő egy alapvetően ki akarna szállni, meg küzd a lelkiismeretével, és akkor most gondolom az van, hogy végre kiszállt a rosszba, és akkor most már csak Lekvárt árul. Csak hát ugye pont a második évadban baromira zavarta, hogy biztonsági őrként kell gűriznie semmi pénzért, tehát most akkor ahhoz képest miért... Igen, de ott benne volt ebben a belső konfliktusában az, hogy a fia meg elkezdett az Endre felé húzni, és ugye látta az Endre meg saját maga közt, és most már mondjuk ez nincsen. Mondjuk pont az Attila az, akinek szerintem a dramaturgiai évével nincs probléma. Tehát ő úgy kezd, hogy szélhámos, de nem akar az lenni, és próbál ebből kikerülni, és a végére kikerül, és közben is, amikor oligar, akkor is ugye a kiutat keresi, azért az újságíró nőhöz is azért megy oda, nem csak azért, mert a szeretője lesz, hanem hogy ott az a vállalkozás a méhekkel, tehát hogy én nála ezt konzekvensnek érzem, az a problémám vele, hogy annyira passzív karakter lett, főleg a harmadik évadban, hogy ennyire nyámnyira figurának nem tudok drukkolni, tehát hogy nincs az a figura, akinek drukkolhatnék, pedig őt gondoltam annak, aki végül mondjuk biztos, hogy túlél egyrészt, másrészt meg ő azért talán meg is érdemli, hogy jó útra térjen, és ne kenjen és vizen kelljen élnie. Nekem az ő egyébként tényleg egészen jó karakterévében ott volt egy kis megbicsaklás, hogy egy ilyen kvázi keresztopa figurává vált a harmadik évad, vagy hogy kvázi átvette az Endre helyét a második évad végén, ami szerintem totálisan nem volt benne a karakterben, mert ugye valóban ő két évadon keresztül folyton mindig ki akart szállni. És aztán most meg... Igen, de hát úgy volt karakter, vagy a keresztapa, hogy ilyen látszat egy kicsit. Tehát, igen, muszáj volt erőt mutatni. Tehát, hogy ő így mutatott, de igazából nem láttuk egyszer sem, hogy ő valami leszámítva ezt a utolsó rablást. Igen. Mindig az volt, hogy ő szól valakinek, meg elintéz valamit, meg ott jó, így befolytogatott egy-két ember, de hogy azon kívül így nem láttuk ilyen komoly keresztapa szerepben. Neki ez egy muszáj dolog volt, tehát a másik évad végén is azért állt bele ebbe, hogy megmentse a családját. Tehát azért kellett keménykednie. Nekem a Janka ennél problémás van, mert ugye az ő karaktere is konzekvensen épült föl. Ő mindig az volt, aki rosszba viszi bele a férjét, tehát eleve miatta került bele legelőször is, amikor látjuk a flashbackben a második évadban. Aki elég egyértelmű pénzt és hatalmat akar. Igen, ez tök jó végigvitték a második évadon, a harmadik évad teljes egész évben is majdnem, és ehhez képest a végén ő az, aki hajlandó a pénzt felgyújtani, és valamiért jó utat él, neki most már jó a panel, és nem értem, hogy miért, tehát hogy mi az a nagy változás. Hát erre mondhatjuk azt, hogy ugye halálközeli élménye volt, és agyvérzésből épül fel, és majdnem belehalt egy szülésbe, és ugye valójában ugye arról szól a harmadik évadnak az eleje, hogy ő neki komoly pánikrohamai vannak, és ugye a lelkiismerete fizikai tüneteket okoz nála. Tehát, de itt jön be, amit az elején mondtam, hogy ehhez kevés a 8 rész. Tehát, hogy hát nekem egy a 7. részről a 8. kéne elhinnem, hogy ez a halál közelé mi így megváltoztatta. Sőt, egy rész alatt kell hinnem, mert a 7. végén azt hiszem, hogy meghalt. De hát pontosan ez a probléma szerintem. Ugye a harmadik évad vége, tényleg az utolsó pár rész az ilyen hatalmas időugrásokat. De ez ugyanaz, amit már említettem korábban, hogy az első évad végén varázsütésre visszajön a végén a családjához, az utolsó jelenetben. Nincs semmilyen átmenet, semmilyen dilemma. Tehát ugye van az, hogy teljesen elhatározta, hogy ott hagyja a francba a családját, és elmegy ezzel a új pasival, akivel összejöttek, és itt hagyja az országot, és már mennek a repülőtér felé, és nincs semmiféle kétel, semmiféle
dilemma eldöntötte, kész. És ugye a záró jelent az az első évad végén, hogy azt hiszem talán a Mira születésnapját ülnek le ünnepelni, hármasban ugye a Márk meg az Attila, mert a Janka elment, ott hagyta őket, és aztán a utolsó fél percben jobbról be Janka, jaj, sziasztok gyerekek, és leül, és akkor együtt ünnepelnek tovább. Mintha a sarki boltból jött volna vissza, nem onnan, hogy éppen elhagyta a családját. Az egész sorozaton végigvonul, hogy ez a család, ez egy ilyen szétbombázhatatlan valami, tehát, hogy akármennyire így utálják egymást, meg akármilyen genyóságokat követnek el, azért mégis így valami gravitálja őket egymáshoz. Most persze ez, igen, tehát itt nyilván... Amit a Sanyi mondott az Attiláról, az olyan szempont is igaz, hogy egy kicsit ilyen tutyi-mutyi karakter, miközben pedig elvileg elvárnák az alkotók szerintem, hogy azért tiszteljük és kedveljük, hogy amit a Jankától eltűr újra, meg újra, meg újra, meg újra, és folyton vissza, ott hagyja, megint ott hagyja, megcsalja, beleviszi a rosszba, minden, stb. Tudja, hogy hazudik neki, még mindig hazudik neki. Na de most az egyszer tényleg mondj igazat mondok, kiderül, hogy mégis hazudott neki. Tehát ez 1500-szor el van játszva a három évad alatt, és én nem úgy értem, hogy vannak ilyen emberek a valóságban is, de azért dramaturgiailag megjátszani ezt egy főhőssel, aki iránt szimpátiát akarsz éreztetni a nézővel, ez egy nagyon, nagyon necces és problémás, és szerintem nem is sikerült. Igen, nekem ezzel egyébként nem volt problémám, mert ő gyakorlatilag a Hollós Andrének egy ilyen ellenpontja. Tehát ugye itt ugye amikor mondtad, hogy miket jósoltunk meg, hát tehát a Hollós annyira egyértelműen fontos ellenpont, hogy valamilyen módon muszáj volt továbbra is a sorozatban tartani, hogy ő mozgassa valahogy a családban a dinamikát. És a Márk karakter... Igazából, hogyha Janka szemszögéből nézem a történteket, az egész sztorit és a karaktereket, akkor teljesen felfoghatatlan, hogy ő miért nem az Andréhez ment feleségül, és miért az Attilához. Hát Attilában volt szerelmes, nem? Endre lett volna logikus választás, de hát nem belé volt szerelmes. Igen, szerintem is. Ez lehetett a magyarázat. Na jó, a Márkról még beszéljünk, mert hogy ő vitatott figura volt szerintem a első évad után is, meg azóta is, tehát ő ilyen kis hülye gyerek, aki hirtelen gangster lett, viszont most a harmadik évadban gyakorlatilag többet szerepelt, mint az Attila, tehát hogy kvázi majdnem főszereplő lett belőle. Hát nekem mondjuk így azért is tetszett, mert maga a színész és az olasz Renátus szerintem nagyon ráérzett már erre a szerepre. Az első évadban kifejezetten irritáló volt, egy ilyen kicsit ilyen Mühlmeier valaki, ami nyilván a tudatos koncepció is volt, de hogy... A nagy rapper, igen. Ugye a második évadban gyakorlatilag egy ilyen feltörekvő kis zöldfülű, aki tényleg össze-vissza bénázik. Itt viszont szerintem én nekem teljesen oké volt. Nekem vele megint az a bajom, hogy hasonlóképpen, mint az Attila karakterével, hogy és az Attila karakter valamennyire szerethető, a Márki számomra abszolút nem. Tehát én őt egy ilyen rettenetesen irritáló, arrogáns kis szarházinak nézem, ami egyébként nem lenne baj, hogyha ez egy tudatos koncepció lenne az alkotók részéről, de itt megint érzem azt az alkotói szándékot, hogy te, mint néző, szimpatizálj vele, és én képtelen vagyok szimpatizálni ezzel a karakterrel. Tehát annyira tenyérbe mászó, annyira ok nélkül arrogáns és agresszív, és közben egyébként az alasztrántot tényleg baromi jól játsza, tehát színészileg abszolút nincs gond vele, de én, nekem teljesen kérdőjel a karakter, hogy miért így írták meg, vagy hogyha így írták meg, akkor miért várják el, hogy szimpátiát érezzek iránt, és mondjuk sajnáljam a nyolcadik rész végén, ami történt velem, mert tökre nem sajnáltam, hát egyáltalán nem érdekeltett tőlem. Én is örültem, hogy megkaptam illetve büntetését. Igen, tehát neki kiárt valami büntetés. Igen. Ez szerintem... Én nem vagyok benne biztos, hogy érte annyit kellett volna, tehát hogy a szimpátiánkra pályázott volna, tehát hogy egy ilyen antihős, tipikus antihős, és azért ilyen, amilyen, mert hogy egy elkényeztetett kis pöcs, tehát hogy ez tökéletesen beleillik a sztoriba. Sőt, még abban a szemben is beleillik a sztoriba ez, amit mondtak, hogy arrogáns, meg tenyérbe mászó, hogy ő gyakorlatilag az Andrének, a Hollós Andrének a nevelése, és a kvázi utódja. Tehát miután kiderül, hogy ő a főgonosz, tehát ő a leggenyobb az egészben, akkor nyilván az őt követő fiatalembernek szintén valahogy ilyennek kell lenni.
Mondom, nekem tényleg alapvetően az a probléma vele, hogy én viszont úgy érzem, hogy el akarják fogadtatni velem ezt a karaktert, hogy ez a karakter így oké, és tartsam szimpatikusnak, és szurkoljak neki, és én nagyon érzem a kontrasztot, hogy ezt nem sikerült elérniük nálam. Hát nálam se. Viszont amikor belegondoltam a Amerikai közepén, amikor megint ilyen stiklit csinált, a saját apját akarta kijátszani, ugye azzal a, hogy összeállt azzal a vállalkozóval, hogy meg ilyen pitán húzásokat csinált, hogy eszembe jutott, hogy őt úgy ismerjük meg, hogy a blitzel a villamoson. Tehát, hogy ugyanaz a kis pitján ember maradt végül, csak nagyobb tétekbe játszik, de hogy ebből a szempontból ez konzekvens sem volt a karakter, sokkal inkább, mint mondjuk a Jankájé. Tehát, hogy vagy a Mirái. Illetve hát a Renátónál is fel lehet hozni, hogy hagyta elégetni a pénzt, de mondjuk rajta látszott a leginkább, hogy neki őt ezt bántja. Míg a többiek azt mondták, hogy jó, az égessünk egy köbméter eurót, kit érdekel. Igen. Viszont akkor Miráról is beszéltünk, mert ugye az ő is érdekes úton ment keresztül, tehát az ártatlan kislány, akiből egy ilyen ketrecharcos lett. Nekem egyébként már a második évadnál nagyon rezgett a léc, amikor elcsavart a államügyész, vagy a, nem ügyvédnek a... Igen. De volt az élet, amikor ott lefeküdtek egymásra, és ami úgy kezdődött, hogy mint ez a szende, naív, szűzies kislány ilyen fanfatálként felmászik a konyhapultra, és rámászik a családos emberre. Én ott, tehát az megint egy ilyen átmenet volt, hasonló, mint a harmadik évadban, amikor elkezd gyilkolászni ott abban a pornó bűnbarlakban, amit nekem nem képtelen volt bevenni a gyomrom. Brik, hát láttunk már egy-két ilyet akciófilmben, hogy a 50 kilós nő, nem tudom, fegyverzett kommandósokat győzve, csak hát igen, az egy másik műfaj. Hát egy másik műfaj, meg nem is, ebbe is bele lehetne kötni egyébként, hogy most hány kiló, meg stb. Nekem nem, alapvetően nem ezzel volt bajom, hogy most hány kiló is, hogy kiket tőle, hanem maga a karakterfejlődés. Én nem látom a karakterben azt, hogy eljut erre a szintre. Már arra a szintre sem, hogy hirtelen egy ilyen fanfatállá válik, és elcsavarja a családos fickó fejét. Nekem már esély igazán vette be, hogy nekem van. Kicsit ilyen Jack Bauer lánya effektus volt, tehát aki ugye az első évadban, vagy annak még volt. Előtted ugyanezt akartam hozni, a második évados szállát akarod mondani, ugye? Utána mindig évadban visszahoztak, és mindegyben ilyen valamit kitaláltak, egyszer legyen alkalmazott a CTU-ba, egyszer rabolják. De amikor alkalmazott volt a CTU-ba, akkor legalább még valahogy beleépítették őt a cselekménybe, de a második évadban semmi köze nem volt a főszállat, csak így kószált Los Angeles környékén, és mindenféle random bajba keveredett. És amire kicsit hasonló lesz, hogy ez az egész prostivonalas mellékszál, ez ilyen, ennek igazából baromira nincs semmi köze a főszálhoz. Hát szerintem inkább az a probléma, hogy ő tényleg egy ilyen úgy volt megcsinálva, hogy egy ilyen passzív valaki, aki állandóan bajba keveri magát, mert egyszerűen nem tudom, idióta, vagy ilyen nyakas idióta, és ahhoz képest utána így a kezébe vette a magas sarkú cipőt, és lesújtott, és aztán beiratkozott a rendőrtiszti főiskolára, tehát egy kicsit, nem tudom, nekem ez itt, igen, tehát itt problémáim volt. Egy olyan aspektus a karakternek, amit én nagyon hiányoltam, az ő kapcsolata a Márkkal, a testvérével, hogy azért az első évadban, de talán még a másodikban is akadtak olyan pillanatok, amik kettőjükre épültek. Ugye van némi ilyen kis kötözködés meg ellenérzés köztük, mint a testvérek a szátlában, ugyanakkor meg azért van egymáshoz tartozás, meg szeretet is, meg stb. És ez valahogy úgy éreztem, hogy kicsit mindkét karaktert ilyen szimpatikusabbá teszi, meg úgy jobban föltözorgattabbá, életszerűbbé teszi. Tehát nekik voltak tök jó pillanataik, és ez teljesen eltűnt a harmadik évadban. Nem, azért volt a harmadik évadban is egy-két pillanat, főleg így a hetedik részben, amikor így... hetedik részben. Igen. Tehát nekem ez önmagában nem volt probléma, én csak egyszer nem értettem, hogy mire pontosan... De tényleg nem, most hogyha arra kéne válaszolni, hogy ő milyen ember, vagy milyen, akkor így nehéz szerintem megmondani. Igen, itt is az volt a probléma, hogy túl gyorsan kellett váltani, mert nem volt idő. Tehát, hogy egyik pillanatban még megpróbálja a szüleit lebuktatni, de nem sikerül, mert az újság nem hozza le. Jó, hát akkor hagyom a fenébe. Tehát, hogy nem, igen, inkább, tehát, nem inkább föltenéd az internetre, vagy csinálnál valami bármit, akkor azt mondod, hogy jó, hagyom a fenébe, és akkor most elindulok egy másik vonalon, foglalkozok, hogy teljesen más. Igen, tehát ezt nekem nem vette be a gyomrom, hogy besételt a Börzsöny hírmondóhoz,
És utána nem hozták le a sztorit, és akkor így jó, hát oké. Okay. Tehát, hogy nem tudom. Meg utána az ügyész pasiát odavitte, hogy akkor segítsen a szüleinek megmenekülni. Igen, aztán meg az iszonyú terhelő bizonyítékot elvitt az ügyész pasiához, és berakta a szekrény aljába. Tehát nem tudom, ezek nekem így kicsit nehezen tettem túl magam ezeken. Nem tudok, ki valat még ki. Ollósról érdemes beszélni? Ő a Jockey Ewing, tehát ő mozgatta itt. Hát ezek az epizód elejé kis videóüzenete ilyen jópofák voltak, de igazából teljesen feleslegesek. Ez a hóbortos hétvégeszerű tükközés a hullájával, ez ledobta az agyam a gépszíjat. Igen, nem derült ki, hogy miért kellett megőrizni ilyen kiváló kondícióban. Tehát, hát ezt nem tudjuk, tehát, de szerintem, nem tudom, én ezeket így bírtam. Tehát amit mondtam nektek, hogy ezek tényleg a pánik szobában a hullával rejtőzködni, szerintem ilyen vicces. Jó, szimbolikus volt, tehát hogy a Mark nem tudta túllépni Holloson, tehát gyakorlatilag nem tudta eltemetni, átvitt értelembe, és ez tényleg ott van a hullá, ott kísért mellette szó szerint fizikailag. Tehát igen, ezt ebből szempontból értem csak. Mert ez a több epizódon át húzódó játszadozás is kínos volt nekem, hogy talán mégis él, lehet, hogy életben maradt, és akkor a Janka oda vizionálja a falunapon a Azt kiderült nektek, hogy a gyerek ki az utolsó jelenetben? Hogy az a Mirályé, vagy a Jankáé? Hát az a Jankáé szerintem. Egyetemű? Odaadták a Mirának? Hát igen, mert ugye többször utalnak rá, hogy nem tudom, Mira a pólójával tud csak aludni a gyerek, meg ilyen szálakat behoztak, úgyhogy hát most kizárt, hogy most gyorsan lett még egy gyerek, és egyébként a harmadik gyereket meg így eldugták. Hát arra akkor azért utaltak volna, hogyha Mira gyereke lenne valamilyen módon. Hát, egy gyerekről tudjuk, hogy megszületett, egy gyerek ott volt a zárójelentben, tehát az nyilván... De az derül ki, hogy ők nevelik, nem? Igen, hát miért ne nevelhetnék? Hát fura, mert kiderült, hogy a nem a Hollósi, hanem a Miklósi a gyerek, és mégis... Hát Kornélkának kellett egy kis testvér is. Ja, ezt is szépen elsimították, ez a valójában az Attilái a gyerek. Ami olyan... Igen, tehát erre nem volt igazából dramaturgiai szükség. Nem volt, szerintem sem volt ez szükség, sokkal izgalmasabb lett volna, hogyha ezt így nem tudjuk meg. Meg ők se tudják meg, az egyértelmű. Most egy ilyen technika, vagy nem tudom milyen kérdés, hogy szerintetek működött ez, hogy egybe került fel az összes évad, tehát hogy hozzáadott, vagy elvett a sorozatból, hogy akár megnézhettük mondjuk egy ültőhelyünkbe is a 8 részt. Én szeretem, hogyha akkor nézem, amikor akarom, és hogy nem úgy sem tudtam ebből ledarálni, nem tudom, 5 részt egyszerre. Azt hiszem kettőt néztem egyszerre, ez volt a legtöbb. Tehát engem minden befolyásolt semmibe. Hát én 3-4 nap alatt néztem még, én sem daráltam be olyan durván, 8 részt, tehát az nem olyan sok. De szerintem én kételkedem benne, hogy végignéztem volna, hogyha hétről hétre kell vennem rá. Így valahogy jobban éreztem a kényszert, hogy ott van, jó, akkor most már befejezem. Én az utolsó két részt néztem meg egyben. Általában beszoktam, hogyha megvan a sorozat egy egész évad, hogy utolsó két részt, ami így jó esetben egy tényleg ilyen finálészerű, akár össze is függ, akkor azt így egyben, hogy... A hetedik rész után kellett egy nap, hogy... Hát mondjuk az ilyen water cooler discussion, vagy mondjuk... Igen, abban szempontból nem jó. Tehát amikor berengedték, hogy Hollós esetleg mégis él, akkor ott jól jött volna egy hét, amíg lehet spekulálni, hogy akkor ez hogy a fenébe, meg tényleg hogy lehetséges. Tehát annál részén jeleztem azt, hogy ott fölösleges, hogy megvan a következő, vagy hát nem ad hozzá az élményhez. Most jön az a rész, amikor sortkeréztünk a házi feladatra, mert hogy azt kértem tőletek, hogy írjátok össze az 5 legjobb dolgot, amit tetszett a sorozatban, meg ami legkevésbé. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezzel Csaba szenvedni fog majd. Az 5 jó dolga, viszont hogy pozitívan zárjuk ezt a részt, mert szerintem azért abszolút pozitív a összeg ennek a 3 évadnak, tehát én örülök, hogy volt aranyélet, meg hogy hát meg azért, tehát most lehet úgy tűnt, hogy így, nem tudom, nagyon fikázzuk, de hát azért mennyire jó, hogy beszélhetünk, vagy podcastelhetünk egy ilyen sorozatról, szerintem az abszolút. Igen, és nem arról beszélünk, hogy milyen szar, hogy mit tudom én, látszott a kaszkadőrnek az ugrásra, meg a szar volt a CGI, hanem mert technikailag szerintem nem lehet belekötni, vagy is én nem tudtam. Hát technikailag talán nem, valóban ilyen dolgok nem voltak benne, mondjuk rendezésileg én nagyon sok helyebben tudnék kötni. Ja, de hát erről beszéltünk már második évad kibeszélnén is, hogy sok a drón, meg sok a fölösleges. Néha egy kicsit ilyen az a...
Mindenesetre, amit mondtál, Sanyi, olyan szempontból én is örülök, hogy elkészült, az nekem alapvetően egyetlen nem tetszett így összességében, főleg nem, még az első két évad csak elment, de a harmadikkal együtt, ami ugye azért mégiscsak a lezárása, a végkifejlete az egésznek, nekem eléggé negatívban van a sorozat, aha, de ilyen szempontból, hogy ez valóban egy ilyen fontos első lépés is, egy nagy mérföldkő, és hogy ezután talán könnyebb lehet Magyarországon hasonló jellegű sorozatokat csinálni. Ilyen szempontból tényleg tök jó, hogy van. Na, akkor ennek örömmel nézzük a negatívumokat, melyik ötök kezdni. Lehet sorrendben is. Én csak mondok akkor egy negatívumot, a Jankának a kalácsképe. Ahogy így ráragasztott a két ilyen... nem tudom, tehát hogy... Igen. Nem tudom, egy kicsit ijesztő volt. Ez egy. Mondjak még? Mondjad az ötöt. Ja, hogy ötöt? Jó, akkor ez az egyik. Akkor a másik a Börzsöny hírmondó, úgy, ahogy van. A harmadik, hogy megint elképesztően sok drónozás volt, ami engem nagyon idegesít, tehát hogy ez így egyszer jó, de azért most már így nem kéne. Akkor Mira rendőrtiszti főiskolás gyors montázsa, azt szerintem úgy, ahogy van, az kicsit nekem így megfeküdt a gyomrom. És a kórházból kicsempészős jelent. Csaba? Negatívumok? Tehát... Hol kezdve? Bőségzavar. Úgy az egész hetedik rész, meg a nyolcadik rész. A nyolcadik részben a finálé, a konvoj megállítása és az akciójelenet, ahogy a Márk neki repül a hirdető táblának, vagy nem tudom minek, és hogy ott maradandó károsodást szerez, ez egy ilyen borzasztóan bénán kivitelezett jelenet. A hetedik rész arra tényleg szavaim nincsenek, tehát csak abból össze tudnék szedni 50 negatívumot, ha muszáj lenne. Mira szála alapvetően? Igazából öt. Hát én is ilyen olyanokat írtam, főleg amiről már volt szó, tehát például a Bianca figurája, hogy nem csak a színészt, hanem a karaktert is, mint a lecserélték volna. Ja, erről számított, hogy a Gálferi alakító színész Végzsolt. Szóval ő szerintem nagyon kilógott az egyébként jó szereplőgárdából negatív irányba. Nekem én sosem tudtam, ez egyébként már a második évadon is így volt, sosem tudtam elhinni annak a karakternek, hogy ilyen nagy háttérben álló, mindenkire fenyegetést jelentő mastermind. Nekem totál nem volt szíves. Mint hogy újjátszottam volna. Akkor nekem, ugye, ahogy mondta a Bianca, akkor a hetedik részben azt, hogy nem tudták megoldani az összezártságot, erről is volt szó, dramaturgiának, hogy az működjön. Akkor nekem picit negatívum, hogy hát nagyon a lezárás, tehát hogy minden szállat nagyon lekerekítettek, tehát hogy nem maradtak el valatlan szárak, szerintem ez fölösleges volt. Akkor én is a drónt említeném még, ami fölösleges volt, tehát túl volt rendezve helyenként, és pillanat... Mi van még? Lehet, hogy csak ennyit találok. Érdekes, hogy amikor a pozitívumokat kell megtalálni, akkor sokkal többet találtam, tehát hogy bármennyire is vannak elnézéseim, az egy csomó minden van, amire szívesen emlékszem vissza. Nekem ez fordító lesz, de viszont a rendezési dolgokra nekem eszembe jutott ez a hogy a drónozás valóban engem is bosszantott, de volt egy ilyen konstant visszatérő rendezői fogás, legalábbis a harmadik évadban, szerintem korábbi kettőben is csak arra már kevésbé emlékszem, hogy amikor feszültséget akarnak teremteni két karakter közt, akkor a kamera így köröz körülöttük, aztán valami tetszőleges pillanatban bevágnak róluk egy totálképet, és aztán a kamera megint köröz a két karakter körül, akik egymással szemben állnak és vitatkoznak, és nagyon, nagyon ilyen stílusos akar lenni, hogy köröz a kamera, és dinamika van a képben, stb. Nagyon lapos és unalmas megoldás. Jó, akkor nézzük a pozitívumokat. Bármelyik ötök kezdheti. Zoli? Hát ez mégis már volt szó. A falunapi fellépőt nagyon bírtam. Szerintem az elképesztően jó. Azon nagyon, nagyon nevettem. Akkor a cigánymentes övezett tábla használata. Szerintem nagyon szuper. Akkor beszéltünk a határátlépős jelenetről. Az szerintem nagyon vicces volt. Kamarás Iván sortja. Nekem az szerintem elképesztően vicces volt. Én azért nem tudtam azt ajánlani, hogy se ilyen nagyon... Mondtad, hogy neked így nagyon elütött stílusban, hogy ilyen hirtelen komoly helyzetbe kerülünk, de nekem ez a strici az valahogy annyira nem tudom, tehát, hogy ilyen inkább nevetséges volt, mint félelmetes. Ez már volt ott, nem? Nem tudom. Meg így unblock a színész. Én nem bírom. Szerintem tök jók voltak a színészek. Így most nem akarok itt kiemelni senkit, mert tényleg...
Hát abból szemben lehet kiemelni, hogy valaki többet kapott, valaki kevesebbet. Az Onodi Eszter szerintem nagyon jó volt, mert ő nagyon sokat kapott. Igen, ő azért... A Túlószi meg keveset kapott, de úgyis... Most kicsit szorul, de ő is jó volt. A szereplőgárda az nekem is egy pozitívum alapvetően a legtöbbe. Akkor ez volt az egyik, igen? Az első évadban még a gyerekeket alakító színészekkel voltak problémáim, de igazából második, harmadik évadra ők is tökre kinőtték magukat. A falu napjelenet az nekem is tetszett. A határátkerős, egy cigányarab jelenet, az szintén. De mondjuk ezek meg olyan dolgok, ezek is volt szó korábban, hogy amik nekem így igazából önmagukban tök jók, de nekem nem illenek a sorozat egészében. Ugyanilyen a Kamarás Iván féle jelenet, ami önmagában elég jó, de szerintem tökre nem illik oda, meg hát nem tudom, mit mondjak még. Szép képek voltak a Dunakanyarról. Jó, akkor mondom, én ezt most sorrendbe állítottam. Nálam az ötödik helyen az államtitkárasszonynak a karaktere, meg az egész figura, meg a színész is nagyon jó volt. Fulajtár Andrá. Igen, bocsánat, azt nem mondtam. Akkor a negyedik, én is azt mondtam, hogy a migráns téma beemelése, tehát a határnál, az zseniális volt. Főleg azért, mert annyira nyíltan nem reflektáltak rá, tehát nem kezdtek beszélni róla, hogy hú, ez most mennyire gáz, meg hogy ez a helyzet, vagy itt a határ, hanem kihasználták a helyzetet ilyen nagyon okosan, ügyesen. Tehát, hogy nem volt előtérbe tolva igazából. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez most egy ilyen propagandisztikus izé volt. Hogy a cselekmény, hogy át kell jutatni a határon, ez volt annak a sztoriszának a lényege. Hát nem volt erőltetett, magyarán. Igen. Igen, bár az nekem hogy nem volt világos, hogy miért az egyetlen lezárt határszakaszra indulnak. Tehát, hogy Bécsben nyugodtan autózhattak, mert senki nem állítja meg őket. Hát ott volt dolga Szerbiában. Hát jó, mindegy. Ez egy részletkérdés. Akkor a harmadik az a arról is volt szó, hogy Janka maga mellé állítja a képviselőket az önkormányzatban. Ez tisztára olyan volt az a kis montázs, mint hogyha elkészült volna a magyar kártyavár. A második az egy 100%-osan zseniális casting, a késes csávó börtönbe, aki megszólja. Pár pillanatra látjuk, de az... Igen, ő játszott a Csicskában is. Igen? Igen. Ó, azt nem tudta, de annyira zseniális az a figura, meg hát az a jelenet, nem, ezt imádtam. Az első pedig az a... Az vagy nem tudom melyik rész, amikor a Endre Báél című záromontár. Az tökéletes sorozatlezárás volt, tökéletes zenei választás, ugye ez a The Automatic-tól a Monster. Annyira tökéletesen volt vágva, hogy az tényleg vérprofi tévés munka. Most felejtkezünk erről, hogy most érdemes volt-e belengedni, hogy visszatér Endre Bá, vagy nem. De az a lezárás, az így kell lezárni egy epizódot cliffhangerrel. És mondok még egyet, a tök hangulatosak voltak a főcímek mind a három évadban szerintem. Nekem azok tetszettek. Na jó, igen. Jó, hát akkor át is tértünk az X-re, az Új Mészáros Károly filmjére, mert azt most csak röviden. És ugye hát ez is témavág, mert itt is arról van szó, hogy próbálnak valami külföldi műfajt behozni. Hát sőt, lehet, hogy ugyanabban az univerzumban vagyunk, hogyha az olasz Renato által alakított Mark felgyógyul és rendőrként elhelyezkedik a távoli jövőben, akkor... Ezt a poént még akkor sütötte rá, amikor nem tudtad. Igen, hogy... sajnos akkor én nem tudtam, hogy mi lesz Mark sorsa, de szerettem volna, ha ez egy ilyen univerzum, de nem. Na, szóval nektek mennyire jött be a Magyarországra, illetve Budapestre helyezett skandináv thriller? Hát, nekem így nagyon nem. Én úgy vagyok vele, mint Csaba az Aranyi hat harmadik évadával. Nekem nagyon, nagyon komoly problémáim voltak vele. Amikor kérdezted, hogy mondjak pro és kontra dolgot, akkor annyi pro tudtam mondani, hogy így ebbe is van egy ilyen adag reflektálás a mai magyar állapotokra, de ezen kívül más nem tudtam mondani. Nagyjából, sőt, teljes egészében egyetértek az Olival, igen. Tehát tudom, most én leszek a közmondásos magyar kritikus, aki mindent szarozik és fikázik, de én is borzasztóan erőltetettnek éreztem az egész filmet. Nagyon, nagyon nyögvenyelősen súlykolják ezt a hát nem tudom, skandináv filmes, vagy hetedikes, vagy ilyesmi nehéz, sötét atmoszférát. Abszolút nem tudtam beleélni magam, elfogadni, rendezésileg sem tetszett, színészileg még csak voltak jó pillanatai. Amit külön ki akarok emelni az egészből, mint valami egészen elképesztő negatívumot, tehát hogy nem akarok ilyen, nem is szeretek ilyen nagy szavakkal dobálózni, de szerintem
az egyik legrosszabb filmzene, amit valaha életemben hallottam film alatt. Tehát ez a borzasztóan előre nyomakodó, borzasztóan agresszív, folyamatosan jelenlévő, folyamatosan a sötétséget és a keménységet és a durvaságot súlykoló és egy pillanatra el nem hallgató, borzasztóan arrogáns zene. Rendkívül zavart az elejétől a végéig. Az nem csak akkor van előtérben, amikor a drónfelvédeleket látjuk, azt a fejjel. Nem, van többször, én értem, mire gondolod, Csaba, ez az ilyen kórusos, kántálós. Vannak dalok, tényleges átvett könnyűzenei dalok a filmben, plusz van kísérőzene a filmben, mindkettő óriási mélypont volt számomra. Nekem a sztori tetszett, és hasonlóan nekem is a megvalósítással vannak problémáim, tehát túl van rendezve ez a film, az a problémája minden érdeme elismerése mellett. Szerintem az a baj, hogy az új mészáros, ugye, aki a Liza volt az első filmje, a Liza Rókatündér, hogy kicsit hasonló mentalitásra vágott ebből is bele, hogy túl stilizál, csak ami egy ilyen fantázia világban játszódó mese esetében az tök jó. Élet, igen. De itt, ahol próbál a kicsit a realizmusra igényt tartani, de legalábbis hogy elhiggyük, hogy ez itt és most játszódik, vagy legalábbis egy nagyon hasonló világban, kicsit életszagú helyszínen, meg maga a történet is reflektál ugye a magyar közéletre, tehát hogy itt azért ez kivész a filmből, tehát hogy kevesebb, az több lett volna belőle. Hát én gondolkoztam, hogy mert én nekem az volt a fő problémám ezzel a filmmel, hogy egy pillanatig nem éreztem semmiféle feszültséget, ami ugye egy bűnügyi történetnél az nagyon rossz. És arra jutottam, hogy azért nem, mert hogy az egész film úgy indul, hogy elképesztően stilizáltan megmutatja a gyilkosságokat. És mivel megy ez az általad is említett zene, és egy ilyen lassú kameramozgással, gyakorlatilag ilyen esztétikai élményként tálalja az összes felgöngyölítendő kvázi öngyilkosságot. Ebbe kapcsolódik a Lizához, tehát azt mondják, igen, hogy semmi köze nincs, mert egy más stílus, más műfaj, de ebben van, igen. Ezáltal viszont eltávolítja tőlem, tehát egyszerűen nem érzem a tétjét az egész bűncselekménynek. Másrészt számomra nem volt világos, hogy engem miért érdekel ez a nyomozónő. Tehát azon kívül, hogy pánikbeteg és zihál, nem nagyon tudtam vele azonosulni. Egyszerűen nem érdekelt, hogy ő most megoldja ezt az ügyet, vagy nem oldja meg. Se az ügynek nem éreztem a tétjét, se számára a tétet, hogy mi van, hogyha megoldja ezt az ügyet. Erre rájött ez a nagyon dagályos, nagyon súlykolja, hogy itt ez most nagyon-nagyon komor valami. Ezek így egyszerűen így folyamatosan kidobtak a filmből. Ha még egy valami pozitívat kellene mondanom, akkor valamennyire tetszett az, hogy a végén így nincs teljesen megoldva az ügy, hogy ugye nem kapja el, hanem rájön, hogy ez itt túl sok, és egyszerűen hátat fordít, és elmegy, tehát ebben van valami ilyen, nem tudom, ilyen hollywoodi filmre totál nem jellemző. Mondjuk a skandinávon arra valamennyire, tehát ugye ilyen magyar rögvóság, hogy inkább hátat fordít, és elhúz a francba. Viszont ami szerintem tök jó példája ennek a borzasztóan erőltetetten súlygolt hangulatnak, ez amikor mindig fejjel lefelé mutatja Budapestet. Igen. Ami amúgy tök jó ötlet lenne, hogyha csak ilyen hangsúlyos jeleneteknél, súlypontokon használnád, de miután elkezd ilyen vágóképnek használni szinte minden adandó alkalommal, majd teljesen elveszíti a szerepét és a súlyát. Hát most, hogy lelőtted a film véget, akkor ez is egy spoileres rész lesz, úgy érzem. Bocsánat, igen, tényleg azt mondtuk, hogy nem spoilerezünk. De mondjuk konkrétan ott nem mondtam így is, csak hogy... Ja, igen, tehát, hogy nem totális a happy end. De egyébként ebből a szempontból nekem sokkal jobban tetszett a közéleti szempontból, mint az aranyélet. Tehát, hogy úgy éreztem, hogy ez utána úgy kerek fel a moziból, hogy nincs tőle jobb kedvem, ami vitatható, hogy ez egy filmnek a célja, de hogy reálisabb képet fest arról, hogy most hol és miben élünk. Tehát, hogy jobban érzékelteti azt, mint mondjuk az aranyélet, ami picit feloldja ezt az egész szituációt. Én nagyon jó kedvel keltem fel a film. Jó, persze, mert örültél végezni. Igen, tudom, hogy csopoin, de igen, valóban. De jó, de Sanyi, de pont te mondtad, hogy amikor kattant a bilincs a politikuson, az aranyjeletben, akkor úgy érezted, hogy kivezet, és hát most akkor én spoilerezek, de hogy itt is az van, hogy kattan a bilincs csak azért, mert a nyomozónő elpostáz pár dokumentumot, azért ezt tudjuk, hogy ez nem biztos, hogy megtörténne. Másrészt, jó, hát szóval ez a műfaj sajátossága. Okay, egyrészt másrészt nincs kimondva, okay, hogy ez most mikor és hol játszott. Jó, na jó, tudjuk, igaz, hogy Budapest, de érted, ez egy alternatív univerzum. Ha ez egy amerikai filmben történne, akkor talán akkor hihetőbb lenne, hogy a magyar mai valóságban nem igen, igen. Viszont ezzel egyetért
egyetértek, hogy nekem is ezt tetszett a legjobban, hogy ugye gyakorlatilag tematizálja ezt a passzivitást, hogy tényleg itt így passzívan viselkedünk, és emiatt nem nagyon változnak a dolgok. Igen, tehát én ezt úgy fogalmaztam, hogy ez egy abszolút pozitív vállalás a film. Hát, tehát, hogy ezt így megpróbálta egy ilyen bűnügyi szállal összesodolni, vagy nem tudom. Ja, hát önmagamat plagizálva a következő filmjában én kritikám lesz olvasható a filmről, hogy ez úgy összegezte, hogy... Idézni fogsz magad. Igen, hogy ez egy közérzett film gyakorlatilag. Tehát, hogy lehet, hogy krimiként nem működik, tidelként sem, de szerintem így közérzett filmként, igen. Tehát rá is nekem így átadja tehát a hangot. Tehát az elméletet, hogy azért éreztük rosszul magunkat a moziban, mert ez a közérzet van, hogy... De mi más indokolná azt, hogy ennyire borongos, meg ennyire sötét az egész film az elejétől az utolsó, ezzel hogy át akar adni valami hangulatot a rendező, és nem csak a hát hangulat, nem csak abból, nem csak abból fakad, hogy gyilkosságok történnek, hanem hogy ez az egész hely, itt valami bűzlik. Igen, csak tudod, a skandináv krimikben, legalábbis a jó skandináv krimikben, általában a gyilkosnak nagyon erős az ilyen társadalmi beágyazódottsága, tehát hogy mindig valamire reflektál, vagy a rasszizmusra, vagy valami... Hát itt is. De itt nem. Úgy, hát az ügynök ügy, meg a kibeszélt. De itt csak ennyit tudunk meg, hogy volt egy ilyen régi, nem tudom milyen ügynök csapat, akiket így nem kaptak el, és akkor zsarolgatják egymást, de ennek én így, tehát amit mondtam, hogy nem éreztem a súlyát. Tehát ez most így előkerült. Igen, jó. Az ügynök csapat lista, ez majdnem ilyen McGuffin jellegű dolog a filmben, hogy csak így ekkörül forog a cselekmény. Igazából de azért nem egy random dolog, tehát jelentősége nincsen. Nem azt mondom, hogy random dolog, de hogy nem kapod meg a súlyát annak. De pont ez, amiben más, mint mondjuk egy klasszikus skandináv krimi, mert ott általában valamelyik, tehát valahogy a kapitalizmusnak az árnyoldalát domborítja ki, tehát általában a főgonosz is valami nagyon gazdag ember. Itt meg érezték, hogy ez nem fog működni annyira egy nem tudom, oligarchával, bár mondjuk az a pont működhetett volna, hanem ezért kellett a rossz emberek szerepébe a politikusokat, vagy a politikai közeli embereket megtenni, és szerintem ez egy jó húzás volt. Jó, de például akkor mondhatunk egy olyan párhuzamot, amikor a náci múlt elhallgatása miatt gyilkol valaki, ott ugye teljesen a végéig teljes homályban vagy. Itt viszont azért viszonylag gyorsan így össze lehet pakolni, hogy itt valami száll, és igazából nem tudsz meg utána semmit erről a halálos tagról, azon kívül, hogy hát ők úgy voltak, meg most az egyik tagjuk nagy ember lett. Hát ez nekem így kevés, tehát ez egy ilyen mismásolás. Uh-huh. A legtöbb kritikákban az ilyen negatívként van megfogalmazva, hogy a gyilkos, vagy legalábbis az egyik gyilkos fölfedi a film, ami nyilván nem véletlen, de erről mit gondoltak? Most annélkül, hogy bemennék mélyen, hogy ki az a figura és miért. Szerintem ez egy ilyen unortodox megoldás, de ez nincs probléma. Nekem sem, mert sok kritikában úgy írták, hogy ez mekkora hülyeség, majd fölfedik, hogy ki a... Holott ez pont egy ilyen kis csavar, amire nem számít az ember, hogy a film közepén, vagy harmadánál megtudjuk, kétharmadánál megtudjuk. Hát meg utána ugye egy csomó jelenetnek abból lenne feszültsége, hogy ugye igen, ez hogy tudjuk. Gyilkos megkörnyékezi a nyomozónő, csak hát mondjuk itt sem feltétlenül sikerül, de szerintem ez teljesen rendben van. Ez nem egy ilyen nagy unortodox húzás, hát többször van ilyen. De most technikailag amúgy nektek hogy tetszett? Leszámítva a drón felvételeket, meg a zenét? Most azon kívül, amit beszéltünk, hogy túl van stilizálva. Szóval, hogy szigorúan azt nézzük a technikai oldalát, akkor azzal nincs problémám, csak magával a koncepcióval van problémám, ami a technikai megvalósítás mögött áll. Tehát, hogy az oké, hogy van vágva, meg hogy van felvéve, de egy technikai oldalról lehet, hogy nem kötnék bele, de ami koncepció mögötte van, az élvezhetetlenné teszi számomra. Pedig pont a képi világot akartam kiemelni, hogy azért nekem egységesnek tűnik. Oké, hogy fölismerem a Budapestet, azt a Budapestet, amivel itt járok nap, mint nap, de közben elhiszem, hogy ez egy ilyen alternatív világ, egy kicsit sötétebb, egy kicsit koszosabb. Nekem ez a része működ. Például az a rész is, amikor elfogják ezt az anarchista csávót, aki nyomtatja ki a pamfletjeit, az a rész is egészen erős volt szerintem. Ne, ezzel nekem sem volt problémám, csak hogy mivel tényleg így alapvetően nem tudtam menni a filmmel, ezek ilyen sovány vigaszok. De ez, hát a pozitívnak azt én viszont örülök, hogy van ilyen film, meg vannak ilyen tapogatózások errefelé is, mert tényleg kellenek ezek, tehát... Ja, abszolút. Kicsit csalódtam, hogy ezért nincs komoly vita köztünk végül is. Hát... Nem tudom. Nem, fura, mert egyébként, ha megnézed a magyar kritikákat, a nagy részük, vagy egy jelentős részük pozitív, tehát, hogy
hogy lehet, hogy bennünk, vagy bennetek van a hiba. Lehet. Én az árnyalatomban látom, de igen. Tehát, hogy... Én mindig azon a véleményem, hogy mindenki másban van a hiba. Igen, jogos. De az, hogy egy film megosztja a közönséget, vagy a kritikusokat is, az nem olyan nagy probléma. Nem, tehát, hát, hogy... sőt, az nagyon jó. Tehát meg kellett volna hívnod egy olyan embert, aki szerint ez a magyar filmtörténet legjobb bűnügyi film, és akkor biztos tudtunk volna vitatkozni, mert megkérdeztem volna, hogy hol érezte a feszültséget. Tehát, de... Igen, csak amikről így beszélünk, nagy része annyira szubjektív, tehát hogy nem tudsz menni a karakterrel, meg hogy nem érezed a feszültséget, holott ezenek a karakternek elég komoly drámája, személyes drámája van, tehát ami kis bomlik szépen korrektül a végére. Igen, csak tudod, van egy tinédzser lánya, aki nem tudom, 13-14 éves lehet, és elvileg az ő pályája, meg az ő pánikbetegsége akkor kezdődött, amikor még terhes volt, és nekem egyszerűen nem áll össze, hogy miért most jön elő az alaksorból, miért most veszi elő ezeket az aktákat, miért érdekes ez most nekünk. Tehát, hogy nem egy ilyen, nem, tehát ezt a traumát annyira eltolja a film, hogy én azon kívül, hogy tényleg így Balsai Móni egyébként tök jó, meg nagyon jó hozzá ezt a kialvatlan, nem tudom, kivasalatlan valakit, de hogy nem, egyszerűen nem éreztem magamhoz közel. Ja, mondjuk a lányát alakító színésznő pont nem jó szerintem, hát, sajnos. Igen. Egyébként miért beszélő az régi jog? Tehát ez ilyen skandináv filmes, vagy skandináv krimis kötelező motívum, hogy egy elfekvő félretett ügyet újra először. Igen, csak ugye ott azt szokták csinálni, hogy van egy ilyen ügyosztály, meg nem tudom, ilyen, tehát valamit így mindig bedobnak, de hát itt gyakorlatilag úgy indul a film, hogy ő így prezentálja ezt a... Na, akkor összekötöm a kettőt, az Aranyhetet, meg az X-et, hogy az lesz az igazi, hogyha készül olyan sorozat, meg olyan film, ahol nem kell a külföldi előgépeket citálni, mert az Aranyhetnél is az, hogy egy külföldi licensz alapján készült, és az X-nek a sok hibája szerintem levezetett abból is, hogy meg akart felelni ennek a skandináv krimis mintának a rendező. Tehát, hogyha kicsit jobban elszakad ettől, és még nem akar annyira borongos hangulatot, nem akar minden egyes szálat áthozni, a kötelező ilyen dramaturgiai csavart áthozni abból a műfajból, akkor talán jobb lett volna ez a film. Nem? Szerintem nem feltétlenül baj az, hogyha külföldi előpéldákat csinálják. Jó vész volt volna. Mint hogy azt már megállapítottuk, vagy hát legalábbis én ezen a véleményen voltam a dökkesejű felemlegetésekkor, és én annál sem éreztem soha problémának, hogy lehet ilyen meg olyan külföldi előképeket citálni hozzá. Mm. Attól az még önmagában egy tök jó film. De ettől nem lesz kevesebb szerintem. Jó, akkor lezárjuk. Köszönjük szépen a figyelmet. A Mixcloudon, Soundcloudon követhettek bennünket, és írjátok meg, hogy mondjuk szeretnétek-e még, hogyha magyar filmekről, meg sorozatokkal foglalkoznánk, mondjuk vállótársakkal. Vagy van az a falusi sorozat az RTL Klubban. Ne tegyétek ezt velünk. Kérünk szépen mindenkit. Na, álló. Sziasztok.